Hasítják a vizet a jetskik a tavalyi versenyen, amely rendkívül sikeres volt a magyar sportolók számára, a 13 kategóriában 7 hazai aranyérem született. Ezúttal picit szerényebbek az elvárások a fiatal magyar csapattal szemben. A szövetség elnöke 5 arannyal és az éremtáblázat első helyével láthatatlanban kiegyezne. Ez az Európa-bajnokság záróversenye és az ez évben megrendezendő junior világbajnokságnak az egyetlen versenye, úgyhogy a juniorjaink nagyon készülnek, nagyon bízom benne, hogy ott akár a két kategóriába még talán 4 dobogós helyezést is el tudok képzelni. A 6-ból mondjuk 4 elég maximalista elvárás, de nagyon jó formában vannak a versenyzőink. Ami érdekes és egy nagyon jó statisztika, hogy a 24 fős magyar válogatott keretből 11-en utánpótláskorúak, tehát 18 évnél fiatalabbak, tehát egy nagyon jó utánpótlás korosztály nevelődött ki itt a sportunkba. A szervezőknek az elmúlt 4 évben mindig meg kellett küzdeniük valamilyen nehézséggel, és ez az idén sem volt másként. Túlélésre játszunk a leveleki víznek a megtartásával. Mi sajnos csak csapadékból tudunk táplálkozni, tehát utolsó pillanatig veszélybe volt a versenyszervezése. Annyi szerencsénk van, hogy ez egy nagy tó, egy 200 hektáros tó, és van egy olyan mélyvizes terület, ahol most is 2-3 méteres víz van. Tehát a versenyzők ebből nem fognak semmit észrevenni. Mi, mint tógazdák, sajnos azért mi féltjük a mi kis tavunkat. Tehát újdonság az, hogy a pálya a tónak egy teljesen más helyén fog elhelyezkedni, újdonság az, hogy teljesen máshol lesz a rajt, újdonság az, ami megint kívülállóként ezek az újdonságok azok nem számítanak, de versenyzőnek igen, hogy ez egy balos pálya lesz. A fiatal Jászai Csongor a junior világbajnokság futamán szeretné megvédeni tavaly szerzett bajnoki címét. Itt leveleken a SkiGP 3.3-as junior kategóriában, ami a világbajnoki fordulója ennek az évnek a junior kategória szempontjából, ott fogok versenyezni SkiGP 3-ban. Eddig az idei év igazából elég jól alakul számomra, a magyar bajnokságot GP 3-ba vezetem, és a juniorban is szintén, úgyhogy ennek nagyon örülök, és igazából itt a céljaim elég magasak számomra, a junior kategóriát szeretnék címet védeni, felnőtt kategóriában meg hát a dobogó a cél, itt azért itt erősebb a mezőny a felnőtt kategóriában, mivel ugye sokkal tapasztaltabb versenyzők is vannak ott, úgyhogy én örülnék egy dobogónak, és azért ott a legfőbb cél ott is az első hely. Igazából minden versenyen, ahova elindulunk, ott ugye az első hely mindenkinek a célja, és mindenki ott akar végezni, de hát ez azon múlik, hogy ki akar jobban, és kinek milyen technikája van, ki milyen technikás, és azért a rajton, a pályán, és hogy kinek hogyan fekszenek ezek a körülmények, amik most lesznek itt leveleken. A program péntek délelőtt a pole pozíciós versenyekkel kezdődik, délután 4 órakor pedig rajtol az első döntő futam. Szombaton délelőtt és délután is vízre szállnak a versenyzők, a végeredmény pedig a vasárnapi harmadik döntőfutamot követően alakul majd ki.